Az elmúlt hetekben újabb korszerűsítési munkálatok valósultak meg a Rákoshegyi Cimra Gyula általános iskolában, melynek több tagépülete is megújulhatott a Budapest Airport szomszédjaiért alapítványnak köszönhetően. Gyakorlatilag a lakosság gyablakszigetelési programot 14 éve folytatja a repülőtér, ajánlja a lakosoknak. A tavalyi évben azonban úgy döntöttünk, hogy ezt kiterjesztjük közintézményekre is. Itt elsősorban azért iskolákra és óvodákra kell gondolni, azokra az intézményekre, amelyek a zajvédelmi zónán belül találhatók elsősorban. Az önkormányzatokkal együttműködve végezzük ezt a tevékenységünket, tehát gyakorlatilag az önkormányzatok javaslatára választjuk ki azokat az intézményeket, iskolákat, óvodákat, amelyekről aztán úgy döntünk, hogy megcsináljuk az ablakszigetelést, mert valóban még érintett lehet a repülőtéri zajhatások által. Kezdetben a Rákoshegyi Tanintézet Kép utca 5 szám alatti épületét modernizálták a szakemberek, ahol a nyílászárók cseréje mellett burkolásra, festésre, továbbá a vízelvezető rendszer kiépítésére egyaránt sor került. A folytatásban a Kép utca 14 számú épületünk folyosóján lévő két szép nagy boltíves ablak várt még cserére, amit korábban nem sikerült megvalósítani. És ezt megcsinálták, illetve volt ott egy ajtó még, egy folyosó udvarra nyíló folyosóajtó, amit szintén kicseréltek, úgyhogy használatba tudták venni a gyerekek. Az együttműködés ezt követően sem ért véget, ugyanis idén tavasszal számos gyermek, pedagógus, valamint az intézményben dolgozó pszichológusok és konduktorok nagy örömére a Kép utca 13 szám alatt található épület is új ablakokat kapott. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején épülhetett ez az épület bölcsödének, és azóta nem volt nyílászáró csere. A régi ablakok már nem működtek, nem funkcionáltak, balesetveszélyes volt a nyitás, a szellőztetés, illetve hát a zaj és a hideg az bejött. Úgyhogy nagyon nagy örömünkre szolgált. Én azt gondolom, hogy gyerekek, szülők egyaránt boldogok, a tanítónénikről nem is beszélve. Az utóbbi épületen elvégzett fejlesztés 4,5 millió forint értékben valósult meg. A Budapest Airport munkatársai pedig már felismerték a közeljövőben esedékes munkálatokat, hogy lehetőség szerint a következő tanév az előzőeknél ideálisabb körülmények között kezdődhessen majd Rákoshegyen.